Nagy szeretettel köszöntöm Önöket ezen a kiállításon, ami nagyon fontos számunkra, hiszen ennek a Károli kiállító térnek ez már a második kiállítása. Úgyhogy azt mondjuk, hogy egy dolog bekövetkezhet véletlenül is, de ha valami már kétszer megtörténik, akkor okunk van azt hinni, hogy itt valami működik. Tehát ünnepélyesen kijelentem, hogy működik a kiállító terünk, működik a galériánk. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy néhány keresetlen szóval megnyissam ezt a kiállítást. És azon gondolkodtam, hogy mivel lehetne egy színháztudományhoz nem értő embernek bármit is mondani egy színházi díszlet tervező generáció, család munkáit bemutató kiállítás megnyitóján is, hát akkor azt mondtam, hogy a színházhoz nem értek, a fizikához igen, akkor nézek egy jó Albert Einstein idézetet, ami így hangzik, hogy a fizikusok valójában Isten gondolatait kutatják. És hogyha elfogadjuk azt, hogy a színház nem más, mint az univerzum szakrális újrateremtése, akkor ebben a szakrális univerzumban a díszlet nem lehet más, mint a szakrális fizika. Hiszen ez határozza meg, de nem determinálja, pusztán befolyásolja, hogy mi történik egy darabban és mi történik a színházban. Hát márpedig, hogyha a díszlet a szakrális fizika, akkor most arra van módunk és lehetőségünk, hogy ennek a szakrális fizikának a megalkotóinak, teremtőinek a gondolataiba a képeiken keresztül betekintsünk, és ezzel egy kicsit félrehúzzuk a teremtés fátlát. Kívánom, hogy élvezzék Önök is ezt a kiállítást, nagyon köszönöm, hogy eljöttek, és most át is adom a szót, miután átadtam egy apró kis ajándékot Sirató Ildikónak, és előre annyira bízunk el, hogy egy remek megnyitót fog mondani, és szeretettel köszöntöm. Köszönöm. A Országos Széchenyi Könyvtár Színháztudományi Gyűjteményének vezetőjének, és egyben meg is kérem, hogy akkor a szakmai megnyitóját ennek az esetnek. Köszönöm a meghívást, elsősorban a családnak és az egyetemnek is. Nagy öröm színháztörténeti kiállítást látni, megnyitni is nagy öröm. És különösen akkor, hogyha nem csak Einstein idézhetjük itt most a mai alkalommal, hanem azt is mondhatjuk, hogy ez nem csak színháztörténeti kiállítás, hanem családtörténeti kiállítás is. És azt hiszem, hogy ettől még izgalmasabbá válik ez az egész, ami minket most itt körülvesz, hogy a színházi élmény, a színházi néző számára, akik ezeket az előadásokat látták, amelyekhez a Spanraff család különböző generációi terveztek díszletet, az ő élményük elmúlt velük együtt, a színházi előadás véget ért, amikor lehullott a függöny, és kihúztak a fények, és kiőrzi vajon a színházi előadás élményét és a vizualitásnak az élményét, hát az a családtag, aki a képpel szemben kell és fekszik minden nap, hiszen otthon van a hálószoba falán mondjuk valamelyik vázlat, vagy valamelyik díszlettel, esetleg valamelyik portré, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon izgalmas pillanat, amikor vissza tudunk nézni a színház történetbe, ami sokkal kevésbé maradandó, mint a családtörténet generációról generációra öröklődő tudása és élménye. És itt mind a kettőt láthatjuk magunk körül. Látjuk az embereket, látjuk azt a két alkotót, akik elsősorban híres tervezői voltak ennek a familiának, de aztán kiderült Marcellina kutatásainak a nyomán, hogy voltak más tervező tagjai is a családnak, és tulajdonképpen öröklődött az az érdeklődés és az a tehetség a családban, ami őket a művészet és a színház felé vonzotta. Ez a korszak, amikor az idősebbik családtag, itt a két portrén igazából nem lehet tudni, hogy ki az apa és ki a fiú, de azért mi tudjuk természetesen, de Spanraff Ármin Ágoston látható a nekem jobboldali portrén, és a bajszos fiatalember az ő fia, a gyermekei közül a legfiatalabb, aki folytatta édesapjának a színházi tervezői pályafutását. És látjuk a terveket is, látjuk a kezük munkáját,
És ezzel tulajdonképpen bele tudunk tekinteni az ő általuk látott világba, és a közönség által látott világba is. Ezeknek a terveknek egy jelentős része a Nemzeti Színház színpadán, a Királyi Operaház színpadán, illetve más tervek és a család más tagjainak a tervei, például a Népszínháznak a színpadán jelentek meg. Abban az időszakban, nagyjából az 1870-es évtized elejétől fogva, amikor a Magyarországon is már önállóvá vált, vagy kezdett önállóvá válni a díszletművészet és a színpadi térnek a tervezése. Ez egy eléggé hosszú folyamat volt, amely akkor indulhatott el Magyarországon is, amikor Magyarországra települt Spanraff Ármin Ágostonnak a mestere, Lehmann Mohr, 1868-ban egy német mester, aki magával hozta azt a tudást és tapasztalatot, amit az előző évtizedekben már a németországi és ausztriai színpadokon ő megtanult. Hiszen ott a közönség már elvárta azt, hogy az illúziókeltés, ami a színháznak egy nagyon fontos feladata, az már vizuálisan is egyre nagyobb, magasabb fokra hágott. És Magyarországon, amikor a 70-es évtized elején egy nagyon lassú stílusváltozás következett be, vagy indult el, ugyanis a romantikából éppen akkoriban kászálódtunk kifelé, és nem is tudtunk egészen elszakadni a romantikus vizualitástól sem elég hosszú ideig a színházban, főleg az opera színpadon. Elsősorban azért, mert az utána következő mondhatnánk, hogy romantikus realizmus, amit egyébként hétköznapi nyelven historizmusnak szoktunk nevezni, az még eléggé hosszú ideig dívott a magyar színpadokon, és az egyik nagyon jelentős alkotás, ami az idősebbik Spanraff kezéhez fűződik, vagy kezemunkáját dicsérte, az 1883 őszén bemutatott Az ember tragédiája volt, ami tulajdonképpen a magyarországi meiningenizmus, vagyis a historizmus egyik csúcs teljesítménye volt, és ehhez kapcsolódóan lehet felmérni azt, hogy mire is volt jó ez a bizonyos romantikus realizmus, és itt a képeken ezt tökéletesen lehet látni. Megpróbálták még mindig főként festészeti eszközökkel és festészeti technikákkal érzékeltetni a teret, a pompát, és nagyon részletgazdagon rajzolták meg azokat a tájakat és termeket és tereket, amelyekben a szereplők mozoghattak. Ebben az időben a jelmez is már sokkal gazdagabb volt, mint a megelőző évtizedekben, amikor a közönség még elfogadta azt, hogy kortársi divat szerint viseletben voltak a színészek, bármilyen szerepben lettek volna is. Ez a bizonyos historizmus hozta el azt, hogy valamiféle történetiség jelent meg a színpadon, és ehhez nagyon erősen a vizuális elemek, tehát a díszlet és a jelmez járultak hozzá. Ez az a korszak, amikor a jelmezművészet és a díszletművészet önállósodik, ami azt jelenti, hogy a művészet és a mesterség kialakítja maga kereteit. És hát ebből a szempontból is nagy tisztelettel tekintünk Spanraff Ármin Ágostonra, hiszen ő hozta létre az első vállalkozói színházi díszlettervező műhelyt Budapesten, amely aztán a 80-as évtizedtől kezdve már nem csak a budapesti nagyszínházakat szolgálta ki, hanem az egyre szaporodó vidéki színházakat is. Ezzel nagyban hozzájárultak egyébként ahhoz, hogy a magyarországi nézőknek a színházi élménye egységes legyen. Így aztán azt is lehet mondani, hogy ez a néhány évtized a 19. század végén egy nagyon magas színvonalú művészi egységesülést hozott Magyarországon, amiből aztán lehetett nagyot ugrani a századfordulón, amikor azonban már az ifjabbik Spanraff Ágoston János Gyula volt az, aki vitte tovább az ipart és a mesterséget, és hát ő is nagyon jelentős terveket készített és alkotott. Neki már több módja volt arra, hogy Európát járja, hosszabb ideig is járt tanulmányútra, mint apja, aki csak 4 évet tudott tölteni külföldi színházakban és tanulmányokat folytatva. És ez is azt jelenti, hogy nagyjából a századfordulóra nem csak Magyarországon belül egységesül a díszlettervezésnek a stílusa és a módja, hanem utolérjük Európát.
És ez nagyon fontos, én azt gondolom, hogy művészi szempontból a magyar századforduló az teljesen adekvát és párhuzamos az európai színházi életnek a stílus vonalataival. Hát azt nem mondom, hogy utoljára, de hát utána sem volt egyszerű utolérni az európai változásokat és fordulatokat. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az, amikor a személyiségek pontosan tudják, hogy mit csinálnak és miért. Azt gondolom, hogy ez a generáció, mind a két, a család mind a két tervező tagjának a nemzedéke pontosan tisztában volt azzal, hogy mi a feladata, és hogy mi kell ahhoz, hogy ezt a feladatot végre tudják hajtani a magyarországi színpadokon. Hogy ugyanis a korszerű díszlettervezést, a korszerű technikát a legmagasabb művészi színvonalon tudják meghonosítani és megvalósítani. Nagyon sokat terveztek, ugye ekkoriban nem az volt a divat, mint ahogy most, hogy egy-egy tervező ugye hónapokig készíti elő a maga alkotói munkáját, és utána aztán szintén hónapokig tartó, vagy legalábbis másfél hónapig tartó próba folyamat során állítják föl például a díszleteket is. Sokkal gyorsabban forogtak az előadások ekkoriban, voltak még a korábbi korszakra jellemző típus díszletek is, de nagyon fontos az, hogy a tapasztalat és a tudás alapján a művészek, mert művészek voltak, nem csak mesterek, a művészek saját kezük jegyével látták el ezeket a díszleteket, fel lehetett ismerni, hogy ki az, aki a teret megalkotja a színjáték köré. És hát innentől aztán tényleg önállósul a dolog, és valódi önálló művészetté válik, bár azt szoktuk mondani, hogy ugye alkalmazott látványművészet a díszlettervezés, de azt hiszem, hogy hihetetlenül fontos szerepe van a látványnak, mind a szószínpadon, mind pedig a zenés színpadon. Mindkét alkotónk, akik ugye azért okoztak nehézséget némileg a családnak, hiszen azonos néven szignálták a terveiket, és nehéz volt szétszálazni, hogy most itt a papáról vagy a fiúról van-e szó. Nyilván ugye a pályáknak a kezdeti és végső időszaka könnyebb volt, de hát amikor párhuzamosan működött a két mester a műhelyben, a Hermina úton, akkor nehéz volt kitalálni, hogy most melyik előadáshoz, melyik spanraf Ágoston tervezett is díszletet. És hát azt is tudjuk, hogy a család következő generációi is örökölték bizonyos szempontból azt a bizonyos fizikát, amit rektor helyettes úr emlegetett, tehát azért itt az építészet és a statika és a tervezés a továbbiakban is része maradt a családi mesterségeknek, mint ahogy az is kiderült a kutatások során, hogy oldalából is van másik spanraf, aki spányi néven a legidősebb tervezőnk testvéreként szintén a színpadon dolgozott, és azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon fontos, hogy vannak generációk, akik tudják a feladatukat, tudatosan felkészülnek rá, külföldi mesterektől, tanulmányúton, hosszú ideig művelik, és elérik a céljukat. Ezért nagyon lehet irigyelni őket, azt hiszem, és a családot is lehet irigyelni, hogy megőrizték ezt a hagyományt, és hogy segítettek a tudománynak is, a tudósoknak is, például a művek szétszálazásában és némileg az azonosításában is, ami természetesen nagyon nagy feladat továbbra is, és minden közgyűjteményben lévő, illetve hát a család tulajdonában lévő lab esetében további feladatot jelent, hogy azonosítsuk ezeket a terveket, hiszen nem láttuk az előadásokat, sajnos mondhatnám. Késői utókor vagyunk, de nagyon izgalmas felfedezés a tudósnak is, reméljük, hogy a családnak is, és még inkább reméljük, hogy a közönség számára is élményt nyújtanak ezek a képek. Ezzel bocsátom útjára ezt a családi színház történeti kiállítást. Köszönöm szépen!